teljes tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai könyvbemutatón. Pannon értékek nyomában a Körmendi zsidó közösség. Sokat gondolkoztunk, hogy mi is legyen a címe. És a fő cím, mint látják, ugye az, hogy a pannon értékek nyomában. Tehát ez, amiről beszéltem, hogy ezeket az értékeket keressük, és ezt abban a keretben próbáljuk értelmezni, hogy ez a pannon kulturális örökségből mi maradt meg, mit tudunk a mai problémák megoldásánál felhasználni, értelmezni, elemezni. És majd Edit elmeséli, hogy hogyan jutott a megfelelő forrásokhoz, a megfelelő kapcsolatokhoz. Én itt csak arra szorítkozom, hogy megköszönöm, hogy itt vannak, megköszönöm mindazoknak, így például a Magyarországi Zsidó Örökség Alapítványnak is, hogy támogatta ennek a könyvnek a létrehozását, annak, hogy a forrásokat a körmendi megfelelő intézmények hozzáférhetővé tették, és önöknek, hogy itt vannak. Köszönöm szépen. Amivel én itt készültem, egy-két fotó a körmendieknek, Körmendről. Egyrészt szeretném megmutatni a zsinagógát, kettőről tudunk. Volt egy ima hely valamikor ez előtt, ez az ünnepet régi zsinagóga előtt, valahol a vasút környékén, de nem sikerült kiderítenem, hogy volt. Tehát ez az úgynevezett régi zsinagóga a Kossuth Lajos utcában, és nagyon szomorú látvány. Mindjárt ezzel kezdem a mutatómat, hogy borzasztó, forgalmas helyen. Utoljára talán a Komjáti Kálmán meszelte ki a 90-es években, amikor még én találkoztam vele, és ő is adott fotókat, amik ma már a múzeumnál vannak. Talán akkor volt utoljára a homlokzata kimeszelve, pedig egy nagyon szép parasztbarokk épület, ahogy látjátok. Ez volt az úgynevezett új zsinagóga egy képeslapról, amit 1945-ben hát leégett, felgyújtottak, kigyulladt, leégett. Ez a belső tere, a zsinagógai tere az akkori zsinagógának, amiből persze megint csak nincs semmi, ezt a Budapesti Zsidó Múzeum képtárába őrizték ezt a képet. A temető, ami ma zsidó temető, az tulajdonképpen a második temetője a körmendi zsidó községnek. Ezek a kövek, amit itt a képen lehet látni, ezek az előző temetőből hozták át ezeket, és rakták ki így a ravatalozó elő ezeket a régi sírköveket. Azóta a temetőt a város kapta meg gondozásban. Hát időnként, nem tudom, szinte egyben nyitották a keresztény temetővel, az külön, le volt különben választva, és hát mikor mi fényképezni jöttünk, a férjem hozta a fűrészt meg a baltát, hogy a sírokat kibontsa, de azóta a hídgyülekezete nagyon szépen rendbe tette, hát a ravatalozó az elég romos állapotban van. Ez a kép az utolsó rabbi, körmendi rabinak, Krausz Ignácnak a beiktatási ünnepségére a meghívó. Kiderül nem is a meghívóból, hanem a másik iratból, ez a, hát a forgatókönyv, azt mondanánk, az ünnepség forgatókönyve, amiből kiderül, hogy eléje mennek a rabinak, hogy fogadják, hogy viselkedjen a közönség, és hogy a hitközségi elnök utána fogadást tart. Tehát ő az, a Krausz Ignác, aki az utolsó rabbi volt, és aki a holokauszt áldozata lett. Dr. Krausz Ignác, ugyanis azt tudni kell, a körmendi hitközség az 1868-as szakadás után a neológ, vagy kongresszusi irányzathoz kapcsolódott, és annak az egyik kívánalma volt, azt kongresszusi határozatok között szerepelt, hogy a rabiknak világi műveltségből is kell doktorálniuk. Tehát valamilyen szakból doktorátust kellett szerezni világi műveltségből is. Ezeket a képeket, most, ha jól tudom, most a múzeum tulajdona még a Komjáti Kálmáné volt, amikor én először kezdtem foglalkozni a témával, és én még találkoztam a Komjáti Kálmánnal, és az ő gyűjteményéből látszik. Ez a körmendi gettónak a kerítése, mellette a rabiház.
És ez a két fotó, mert ez látszólag egy csak, de ha jobban megnézzük, akkor látni lehet, hogy két felvételről van szó, és nagy valószínűséggel annak a sarokháznak az erkélyéről készítették. Ez azt mutatja, amikor a körmendi gettót, tehát a körmendi zsidókat a vasútállomásra vitték, a deportálásra. Ez a vasútállomási fotó, és innen vitték be a szombathelyi gettóba a körmendieket. Ez a ravatalozónak az emléktáblája, ahova felvésték, vagy feltüntették a deportáltaknak a nevét. Hol pontos, hol kevésbé pontos, de ez másutt is így van, hogy vagy az összeírásokra, amik között ugyancsak van különbség, vagy az emlékezetre hagyatkozva álltak össze ezek a névsorok. Ezt a névsort egyébként közöltem a könyvbe is. Gondolkodtunk rajta Attilával, a szerkesztővel, hogy elég hosszú, ugye közel 300 névről van szó, de azért is gondoltuk, hogy mégiscsak beletesszük, mert két okból. Egyrészt legalább a nevük maradjon fel azoknak az embereknek, akiknek már híre hangva sincs körmenden. Másrészt a további kutatásnak is tulajdonképpen forrásához szolgálhat, mert ezek a névsorok lakhelyet megadnak, anyja nevét megadják, tehát olyan adatokat tartalmaznak, amit a további kutatás felhasználhat. Ma például nagyon divat a családtörténet, és ott is az ilyen névsorok nagyon hasznosak. Ez az a bizonyos emlékmű, amelyiket az összefogás, a körmendi civil szervezetek összefogásával a holokauszt évfordulóra alkottak, Polgár Ildikó. És ez az utolsó. Aztán készítettem még egy sort, majd Attilával, ha érdekel, bemutatjuk azokról a kiválóságokról, akik Körmendről származtak, és a magyar kultúrák tudományhoz hozzájárultak. Mindenki tudja Körmenden, hogy Körmend a Batthyány birtoknak az egyik uradalomnak az egyik központja volt, és a 18. század végétől 19. századtól Nyugat-Magyarországon, tehát a történelmi Sopron, Vas és Zala megyében az Eszterházy és a Batthyány birtokokon telepedtek meg zsidók. A földesurak, tehát a tulajdonosok hívására, támogatásával, így történt ez egyébként Körmenden is. Ez egy olyan időszak, amikor a földesúri támogatással létrejött zsidó községek ellátják a nagy birtokon azokat a teendőket, amiket egyébként más nem látna el. Tehát összegyűjtik a tollat, a tojást, bőröket. Én amikor Körmenden elkezdtem nézni a bírósági iratokat, ha zsidónak pere volt, akkor az timárral volt, csizmadiával volt. Tehát olyan iparossal, akinek a bőrt nyilván eladta, és valamiféle konfliktus, többnyire nem fizettek, vagy nem eleget fizettek. Tehát ezeket a termékeket gyűjtik össze a birtokon, és ez mozgással jár. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hálózatok, ma ugye ez a társadalomtudományban is kezd be gyűrűzni ez a hálózatkutatás, itt Nyugat-Magyarországon a 19. században hatalmas hálózata volt a zsidóknak. Ha csak a Batthyány birtokot nézzük, ahonnan Rohonc az az anyaközség, ahonnan kiindul, és egészen Kaposvárig. Tehát Vas, Zala, Somogy vármegyékig vándorolnak, többféle módon elmennek vásározni, hazamennek Szombatra az ünnepre, aztán megint elmennek, aztán később, ha tehetik, és 1840-től már tehetik, hogy üzletet vagy boltot nyitanak, akkor ünnepekre visszamennek, vagy temetkezni visszamennek Rohoncra, és házasodnak. Nagykanizsán van sejrokon, sejfeleség, ugye a csoportunk egyik tagja, Nagykanizsán, a Lakenbauer családot kutatja, az egész Batthyány birtokon nyomon lehet követni. Tehát így indul tulajdonképpen. Aztán amikor mezővárosok alakulnak ki, mondjuk mint Körmend, akkor
és a 19. század ugye már a polgárosodásnak az időszaka, akkor tulajdonképpen ez a zsidó polgárság, amelyik nem önszántából, de a társadalom nyomására ugye a kereskedelem és a pénzügyekhez kerül, mint gazdasági tényező, végrehajtja tulajdonképpen a polgárosodást. Ez nem titok, hogy Magyarországon nagyrészt a zsidóság és a valamelyest kisebb részben a németség hozza létre a polgári társadalmat. És tulajdonképpen ugyanaz a menetrend, ami Nyugat-Európában, Franciaországban, Angliában a nem zsidók körében a polgárosodás menetrendje, hogy az első generáció gondolja a vállalkozást, a második generáció az valamilyen értelmiségi pályára megy, lehetőleg szabad foglalkozásúra, mert akkor kevésbé kiszolgáltatott, tehát orvos lesz, ügyvéd lesz. És a harmadik generációban megjelennek a művészek. Ezt gyönyörűen be lehet mutatni ebben a pici kis mezővárosban, Körmenden is. Megmutatnám ezt az egy-két képet, tehát ez egy emléktábla, ugye a kórház alapítóról, akiről elég részletesen tudtam anyagot gyűjteni. A másik kórház alapító ugye a Vizi Henrik. A dédunokájától, annak a férjétől kaptam például egy-két nagyon értékes képet. Ez a felesége, a Kohn Matild. Ez a születési bizonyítványa, aminek érdekessége, hogy az akkori rabbi Erlich Miksa aláírása van rajta. Aztán a községi bizonyítvány az ő működési engedélyéről, ez a kórház, a régi kórház, amit emléktábla is őrzi az alapítókat, ez pedig a Vizi Henrik kitüntetése, egy vöröskeresztes díszjelvény, amit még Ferenc Józseftől kapott. Ez az emléktábla a régi kórház falán, ez a párti cédulája, tehát a halotti értesítése, ez a sírja a körmendi zsidó temetőben. Na és eljutunk a frimmekhez. Ezek a frimmek azok, amelyik természetesen eléggé rokonságban is voltak egymással. A Frim Jakab, aki hát, hogy mondjam, a handicapes, fizikailag és szellemileg fogyatékos gyerekekkel foglalkozott. A művelési miniszter, vagy az akkori kultuszminiszter még vándorútra is küldte Európába, hogy tanulmányozza az ő velük való foglalkozást, és létrehozza Magyarországon az első hülye nevelő intézetet, így hívták akkor. És nagyon nagy a sikere, először munkanéven működik Rákospalotán, ez a az egyik ilyen híradás róla a Hon című napilapba, vagy éppen a hirdetés, ugye, hogy az első magyar hülyék nevelő és ápoló intézete Rákospalotán, és nagyon érdekes az írásaiból kiderül, hogy milyen fontosnak tartotta a nevelésükben a munkára nevelést, tehát olyan hasznos dolgot tanuljanak, a vallást és a zenét. Ugye itt a köszönet, szülői köszönet az intézetről, a másik pedig a reklám cédulája. Na most nem Körmenden született már, de a nevébe fölvette a körmendi Frim Ervin festő a körmendi nevet, illetve a körmendi Frim Jenő, aki szobrász, ők testvérek voltak, Budapesten működtek már, és Budapesten nagyon sok köztéri szobrot készítettek. Itt éppen Erzsébet királyné szobra előtt, a Korányi Kórház előtti Korányi Frigyes szobrot is, tehát nagyon sok szobrot készített Budapesten. Aztán emigráltak, a felesége egy keramikus volt, és Amerikába fejezték be az életüket. A Nemes Lipót a következő, akit meg kell említeni, Naj Lipótként született, ez a szülőháza, nem tudom, hogy ma még megvan, amikor én ezt a fotót kaptam, akkor még megvolt. Volt rajta egy emléktábla, az viszont ma már nincs meg, az biztos, hogy nincs meg. Ő pedig azt mondanám, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott, és ebben a témában publikált irodalmat, a Kültelmi Gyermekek Élete és Jövője, a Bűnöző Társadalom. Tehát azt mondhatnánk, hogy
azt hiszem, hogy a gyógypedagógia szót is ő találta, vagy használta először, és vitte be a köztudatba, és hogy a művészekről még egyet említsek, Rózsa Lajos operaénekes, ugyancsak körmendi gyökerű, de hát már nem Körmenden működik. Ami érdekes, ez a hír, a Pesti Hírlapban 1924-ben, ahol botrányba fullad egy előadás, mert zsidó ellenes tüntetés zajlik a fellépésekor. Hát ilyen személyekről lehet olvasni a könyvben, amire azt gondolom, hogy körülbelül méltán büszke lehet ezekre az elődökre. Tulajdonképpen itt is magas fokú az asszimiláció a 20. századra. Hangsúlyozom, hogy abból is fakad ez, hogy itt neológ hitközség működik. Ugye a 19. század végi szakadás a zsidóságon belül az elsősorban azon múlott, vagy azon fordult meg, hogy a zsidóság az ókortól kezdve diaszporába élt, szétszóratásba, és mégis fönnmaradt, azt nagy mértékben a vallásnak köszönhette, ami egyforma volt a világszerte. Tehát tulajdonképpen bárki bárba bement a zsidókába, ugyanazt érte át. Na most a felvilágosodás eljut a zsidósághoz is, egy kicsit késve a többihez képest, európai felvilágosodáshoz képest, és a felvilágosodásnak az egyik fő momentuma két dolgot hozott a középpontba, az egyik a tanulást, az iskolát, hogy ne csak zsidó tudományokat és zsidó tárgyakat tanuljanak a gyerekek, hanem világi tárgyakat is, ugye. Itt is volt egy pici utalás arra, hogy ez a 18 éves tanító bácsi, ugye, sok mindenre meg tudta tanítani őket, és sok mindenre nem. Tehát az egyik az iskola modernizációja, a másik pedig, hogy lehet-e és szabad-e a valláson valamit változtatni. Tehát ez tulajdonképpen a zsidó reformáció, hogy úgy mondjam. Ami aztán oda vezetett, hogy azok, akik úgy gondolták, mert meggyökeresedettek, hogy Magyarországon maradjunk, hogy ők magyarok, és csak a vallásukban különböznek a többi magyartól. Ugye ez lett a neológiának a fő kontextusa, hogy mi mózesítő, ahogy akkor mondták, mózesítő magyarok vagyunk. Tehát ez a két irányzat alakul ki. Na most a neológia az asszimiláció felé haladott. Ezért is ellenezte nagyon sok rabbi, és azt mondta, hogy amennyiben változtatunk, akkor elsős el fog tűnni a zsidóság. Nem nagy változások ezek egyébként a vallásban. Ilyen, próbáltak hasonulni a környezethez, próbálták a zsinagógát hasonlóvá tenni a templomhoz, ugye? Bemegyünk egy keresztény templomba, szembe van az oltár. Hát most bemegyünk egy neológ zsinagógába, szembe van a fitszekrény, előtte van a bima, a tóraolvasó emelvény, és ez nagyon hasonlít, olyan benyomást tesz, mint egy keresztény templom. Vagy a zsidó rabbi, az tanító, annak nem volt külön öltözete, de a neológ rabbiknak van ornátusa, hasonló az evangélikusokéhez. Tehát külsőségekben próbálnak hasonulni a környezethez, még ebben is, még a vallásban is. Tehát azt a válaszom, hogy ez tulajdonképpen minden olyan zsidó községben, ahol a közösség a neológiához kapcsolódott, ott az asszimiláció. Aztán ezen változtat majd, vagy változtathat majd a Shoah, a holokauszt, ugye, amelyikre szokták azt mondani, hogy az asszimilációs stratégia kudarca volt tulajdonképpen. Ennek van egy érdekes vonulata. Ugye tudjuk, hogy a régiónknak a történetét nagy mértékben meghatározták a határváltozások a 20. században. De milyen érdekes az, hogyha mondjuk pannonértékekről beszélünk, akkor ebben nagyon nagy szerepe van ennek a megőrzésében egy birtok csoportnak, mint a Batthyányiak csoportja, egy hálózatnak, mint az itt élő zsidóságnak a hálózata, ami annak ellenére, hogy oly sokáig politikai határok választották el ennek a közösségnek különböző tagjait, tulajdonképpen, és ez a mai történész munkának az egyik eleme, hogy ezeknek megmaradtak a nyomai. Tehát amikor mi ezt a pannonértékekről és a régióról beszélünk, nem csak a határ innenső oldaláról van szó, hanem a határ túlsó oldaláról is. Tehát ezek nagyon mélyre gyökerednek. És ugye ne felejtsük el, hogy ennek a régiónak a gyönyörű kis városaihoz Bécs közelebb van, mint Budapest.
Tehát a kutatásaink során ezt hogyan érzékelted, hogy ez a vonzó, vonz erő, hogy mennyire alakította önálló a szó, mondjuk kulturális értelmet, önálló régióvá ezt a Pannon-vidéket? Feltétlenül igaz, hogy közelebb van Bécs, mint Budapest, és ez tetten is érhető, akár a művészeknél, hogy a kiállításaik, a szerepléseik előbb jutnak el Bécsbe, mint Budapestre sokszor. De ez a Pannon szó is érdekes, én a múltkor találkoztam egy fiatal emberrel, aki Svédországban magyar, a Prezinek a feltalálója, Svédországban született, Amerikában él, és amikor meglátta a könyvet, akkor egyszerűen nem tudta, nem értette, hogy mi az, hogy Pannon. És én is gondolkodtam rajta, hogy ha ez külföldön szó esik erről, akkor ezt nekem, nekünk, mi tudjuk, hogy mi az a Pannonia, de ez nem mindenütt ilyen természetes. Tehát az, hogy itt a határ két oldala mesterségesen lett csak szétválasztva, ez tulajdonképpen napjainkig. Megvan még akkor is, amikor mi tudjuk itt Nyugat-Magyarországon, akik éltünk, hogy nem mehettünk át a határon. Hogy micsoda élmény volt, amikor először átmentünk a határon, mit tudom én, Oberwaldba. És még akkor is megvolt ez a kapcsolat, megvolt intézmények között, és ez tulajdonképpen mindenütt itt a nyugat-magyarországi régióban szépen tetten érhető. Azt hiszem, hogy még hosszan tudnak beszélni a könyvről. Én azt szeretném kérni és javasolni, hogy nézzenek bele, vásárolják meg. Azt hadd kérdezem meg végül, hogy többen miért írtad meg, mit akarsz vele üzenni? Ez mindig nagyon fontos, hogy a szerző mit akar mondani. Hát én nekem tulajdonképpen történészként is és pedagógusként is mindig is az volt a célom, hogy bemutassuk azt, hogy ki az a zsidó, mi az a zsidó, hogy az is csak olyan ember, mint a többi, mert mindig is meggyőződésem volt, hogy az ismeretek terjesztésével lehet a legjobban az antiszemitizmus ellen föllépni. Ha megismeri a nem zsidó társadalom, hogy miről van szó, hogy mi folyik egy zsinagógában, hogy szombaton nem éppen összeesküdnek a világ ellen, hanem imádkoznak az emberek, vagy hogy milyen kultúrával vagy tudománnyal foglalkoztak és járultak hozzá a gazdag nemzet ország tudományához, kultúrájához, akkor talán lehet, és nekem nem titkolt célom mindennel, akár milyen helyen működök, vagy akár milyen formában működök, akár tanulmány, akár kiállítás, akár konferencia, hogy ezt az ismeretterjesztést szolgáljam. Én nekem ez nagyon fontos.